10%-os leépítést jelentett be a Shell olajtársaság. A cég tervei szerint 2022-ig legkevesebb 7000, legfeljebb 9000 munkatársától válik meg, miután az új koronavírus járvány miatt jelentősen zuhant a kőolaipari termékek iránti kereslet. A rétszámcsökkentés kiterjed 1500 olyan jelenlegi munkatársra is, akik önként távoznak az olajtársaságtól. Ben von Breuden, a Shell vezérigazgatója azt mondta, egy egyszerűbb, korszerűbb és versenyképesebb szervezetet kell kialakítanunk, amely a mostaninál gyorsabban és rugalmasabban tud reagálni az ügyfelek igényeire. A társaság vezetője hozzátette azt is, a cég jövője szempontjából az a legjobb, ha minél inkább a nulla nettó kibocsájtású energia felé fordulnak. Az olajtársaságokra egyre nagyobb társadalmi nyomás nehezedik a klímaváltozás elleni küzdelemben. Korábban egy másik óriás a BP is leépítést jelentett be. A jelenleg 70 ezer embert foglalkoztató brit társaság világszerte 10 munkavállalójától válik meg a közeljövőben. Az olajtársaságok profitját jelentősen csökkentették a világjárvány hatásai és az ellenehozott intézkedések.